Tisztelt nézők, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága online közvetítése keretében önök most a Nyírkarász Nyírmada megye másodosztályú rangadó, Nyíredő csoport rangadónak a második félidejét fogják majd megtekinteni. Az első játékrész után 1-0 arányban vezet a hazai, azaz a nyírkarászi csapat. Viciczko László a 40. percben szerezte egyébként ezt a gólt. És akkor Kocsi Zsolt egyeztet még ott a pályán lévőkkel, az asszisztensekkel, és ebben a pillanatban meg is kezdődik a második játékrész. Brazilos zöld-sárga mezében a nyírmadai csapat, a vendégcsapat, piros-fehérben pedig ugye a narancsága sportszárral a nyírkarász csapata. Dudás mester együttese, Dudás Zoltán csapata, Szőke István, tehát két nagyon nagy egyénisége, én úgy gondolom, megy a labdarúgásának a két szakvezető, akik ma, ugye, most már, legalábbis már szakvezetőként néznek farkas szemet egymással. Egy indítási kísérlet volt. És ott a második gól! Varga József, az ifjú férj, belövi a második gólt a második félidő első percében. Megint egy kihagyás, egy pillanatnyi kihagyás itt a védelemben a nyírmadaiaknál. És Varga József, a házi gólgyárosa, a hazaiak gólgyárosa nem kímélte az ellenfelet, értékesíti az adódó lehetőségét. Hát tisztelt nézők, hazai szempontból mindenféleképpen ugye nagyon jól indul a második játékrész. Ez a nyírkarászi öröm hétvége, ahol ugye itt Vidám Park, Sláger TV-s fellépők, és a rangadón pedig 2-0 arányban vezet a hazai csapat. És hát ne feledjük, Varga Józsi innen a Laxiába fog majd rohanni a meccs után, ami azért szintén egy elég meghatározó esemény. Általában egyszer, van akinek többször is az életében, de hát gondolom, és én azt kívánom, hogy Józsinak ez egyedi alkalom legyen majd. Mindenesetre most fejegyezzük akkor itt magamnak is, elkönyvelem itt ezt a találatot. Szabadrúgás következhet, nyírmadai szabadrúgás. Egy nulla volt a félidő tehát, és a másik félidő azonnal góllal indul hazai részről. Kettő gólos előny ezzel a nyírkarászi csapat birtokában a nyírmada ellen. Ugye a nyírmadaiak az elmúlt héten is fájó pofonba szaladtak bele hazai pályán. Fogy az előny. Izgalmas lesz ennek a csoportnak a bajnoki hajrája. Lesz bőven izgalom, én úgy gondolom. Egy felszabadítás. Ki a Vidám Parkig a labda, jöhet a szögletrugás. Kovács László egyébként 9-es számmal a hazai csapatban, volt tehát csere a hazaiaknál, és hát majd menet közben kiderítjük, hogy ki az, aki elhagyta a játékteret. Szögletrugás következhet. Járomcsák Gergő állítja a labdát a nyírmadai csapat részéről. Most kanyarodik be, ott a fejes és Borkó. Borkó kapus, aki egyébként testépítéssel is foglalkozik, egy kigyúrt, iszonyú masszív kapus a hálóőr. Civil hivatását tekintve tűzoltó. Próbálom számba venni a pályán lévőket, és nekem, mintha Csuka György, úgy tűnik, hogy ő nem lenne már ott a hazaiaknál, tehát valószínű, hogy Csuka Kovács László csere volt. Egy pici kapkodás most a hazai védelemben, megbeszélik a dolgokat. Tudás mester is felpattan a kispadról, és egy kicsit higgadságra inti az övéit. Szóljanak egymásnak, ezt kéri a mester a fiaitól. Ami mindig nagyon fontos, ugye beszélni, hiszen a kommunikáció, én úgy gondolom, nagyon fontos eleme a játéknak, a fociban is. Ebben igazán a mesternek. Nem lőtt be rosszul ez a szöglet, nem vette észre, nem reagálta le elég hamar Mátyus. De hát mentségére szóljon, hogy igazából ugye hát nem is nagyon láthatta, hogy hová kerül ez a labda, de aztán Mátyus labdát, nagyon kellemetlen védő egyébként, és roppant hasznos játékos. Elképesztő szíve van a focihoz Mátyusnak. Itt a felszabadítás.
Vargával szemben pedig Jurkinya szabálytalankodott. No, itt pedig nem engedték elvégezni a szabadrugást. Sárga lapos figyelmeztetés. Kozma Attila kapja ezt a Nyírmada csapatából. Hárman sárgultak már egyébként be a vendégektől, és egy sárga volt a hazai csapatnál. Ugye a hazaiak részéről Varga József kapta egyébként ezt a sárgalapos figyelmeztetést. Míg a vendégeknél már kapott itt a mai meccsen sárgalapot Fodor Csaba, Mátyus Csaba és Kozma Attila. Érezhetően szaporázzák a vendégek, ugye? Most már két gólos hátrányuk tudatában, nincs is más választásuk. Nekik, amint azt már többször elmondtam, a döntetlen is egy roppant értékes eredmény lehetne. De hát most egyelőre ettől is távol állnak. Hiszen két gólos hazai előny. Az első félidő hajrájába és a másik félidő kezdetébe aludtak bele egy-egy pillanatra itt a vendégvédők, és ez két gólos hazai előnyt jelent a szemfüles Vicickó és a szintén szemfüles gólgyáros Varga Józsi révén. Borkó, a testépítő tűzoltó, kiváló hálóőr. Egyébként a hazaiak részéről Till megyei ifi válogatott tagként Olaszországban is szerepelt, nagyon tehetséges, nyíkorászi fiatalember, ő volt egy kis mándoki kitérője, de igazából a hazai vizek a megfelelő vizek számára, úgy tűnik. Ügyes csel, Vicickó Till. Till még mindig lekészíti a labdát, Vicickó. Ügyesen, nagyon ügyesen építik fel a támadásukat a hazaiak. Vicickó. Beközépre, húj, Varga Józsi, te jó ég! Bece nevét inkább nem mondom. Varga Józsi, az ifjú férj jelölt, aki a meccs után rohan majd kimondani az igent. Óriási zicsert hibázott, ő az ilyeneket nem szokta elhibázni. Hát ha 3-0 lett volna, akkor huhú. Hát akkor azt hiszem, hogy a lényegi kérdések alig, hanem eldőltek volna. Mert azért az már egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős előny. De a 2-0 azért az még, ugye azt szokták mondani, a sohasem megmutató, mert ha egyetlen egy gólt kap a csapat, akkor ugye utána vérszemet kaphat az ellenfél. Nem tudta irányítani, igazából ebbe a labdába is bele tudott szúrni Varga, és talán ez is lehetett az oka, hogy végül a lábáról a kapu fölé szállt a labda. Bedobás következhet. Nyírmadai bedobás, Mátyus fogja elvégezni. 2-0 arányú nyírkarászi vezetésnél tehát. Itt a Nyírerdő csoport rangadóján. Egyébként önök, itt a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága online közvetítései keretében legközelebb most már a Kelet-Magyarország csoportból is láthatnak egy meccset, ahol szintén szuper rangadó lesz majd a Vásáros-Namény Vámos-Oroszi találkozó, amit közvetíteni fogunk önöknek. Még ha nagyon-nagyon úgy is tűnik, hogy a Vásáros-Namény most már alig, hanem fél lábbal a megye egyben, de azért az a meccs egy igazi presztízs derbi, egy jó kis meccsnek tűnik, érdemes lesz tehát újból, azt hiszem velünk követni majd az online közvetítést. Szerintem nem fog csalódást okozni a tisztelt nézők számára az a találkozó. Till indítása nem jó most. Jábor Pál fékezett le. Borkó. Borkó eljátszadozik egy picit, aztán az utolsó pillanatban felveszi ott az őt zavaró Fodor elől. Rákóczi. Egy indítás Horváth részéről, és pontos is Varga, hogy vette azt meg? Till a labdával. Till. Beközépre. Vicickó elől. Jurkinya. És most egy labda. Szerzés, de jól indulott meg Kovács, Kovács még mindig beközépre, és ott a gól! Ott a harmadik találat, Jávor gólja! 3-0 a nyírkarászi csapat javára.
de mindenféleképpen Kovács László is nagy-nagy dicséretet érdemel, hiszen nagyon szépen dolgozta ki Zitzelig ezt a szituációt. Hát ami az előbb, ugye Varga Józsinak nem jött össze, összejött most itt Kovácsnak. A második félidő 9. percében, azaz a találkozó 54. percében 3-0 arányban vezet most már a Nyírkarász csapata. Hát álomszerű kezdés a hazaiak részéről. Dudás mester elégedett lehet, és cserél Szőke István. Elhagyja a játékteret Zakor János a vendégcsapatból. És pillanatokon belül kiderítjük, hogy ki jön be a helyére. Tizennyolcas számmal a vendégcsere. Annyi problémám van, hogy ilyen nekem a jegyzőkönyvben nincsen megadva. 18-as számú játékos, hát megpróbáljuk kideríteni, hogy ki is lehet ez. Ez a labdarúgó. Akárhogy nézem, 18-as játékos. Hoppá, időközben azért ez nem volt egy rossz kísérlet. Szóval nincs 18-asom. És akkor nézzük a cserét. Amit most akkor lebonyolítanak tehát a hazaiak. Till az, aki tehát elhagyja a játékteret. Ő a lecserélt játékos a hazaiaknál. És Till helyén pályán a friss ember a nyírkarászi csapatban. És itt is Mihály is a játékos majd mezzbel felén fordul. Bombera az, aki tehát pályára lépett. Kapok egy kis segítséget, és már is bejelöljük. Nyírmadai támadás. Ki oldalra. Fodor. Beközépre, Szikszai láb előtt elperdül. Tovább a tinta játékvezető. Varga! Varga szaporázhatja! No férjelölt! A gólgyáros! Nem lövi be! Hihetetlen! Már én bent láttam! Megmondom őszintén. És ezek szerint bizony-bizony akkor a kapusról kerül ki a labda az alapvonalon túlra. Varga fogja a fejét! Nem akarja elhinni. Hát igen, ez most a második zicsere. De azért rugott már egy gólt Varga Józsi, úgyhogy valahol megtette a kötelességét. Elvégezze a szöglet, ami újabb szögletre lett váltva. És Bombera megy oda elvégezni a szögletrugást. Bombera Mihály tehát. Kifejelik a labdát Balog Attila révén a vendégek, Rákóczi. Kint volt a labda. Bedobás következhet. És kimegy a labda az oldalvonalon kívülre. És akkor a csereként beállt nyírmadai játékos végzi majd el a bedobást. Balog indul fel. Visszakapja a labdát, ez ügyes összjáték most a vendégek részéről. És végül is ott Németh Attila ér földet. Bombera. Egy indítás, Varga, 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 Varga még. Bombera. Bombera meglövi. Telibe találja ott Benkőt, és harsan a sípszó.
Kozma keveredik itt kisebb összetűzésbe egy szurkolóval. És labdaszerzés hazai részről. Benkő. És tovább kerül a labda. Balog. Hazai támadás jöhet továbbra is. Horvát. Varga vissza. És Horvát elől Mátyus kanalazza ki a labdát az oldal vonalon kívülre. És most már száguldó fotóriporter kollégánk is megörökíti itt majd a eseményeket. Nézzük időközben a bedobást. Mégpedig a négyes számú sashegyi fogja elvégezni a nyírkarászi csapat bedobását. Nagy bedobásra készülődik. És az is lesz egészen be oda az ötés felese belőle. Balog fejeli ki a labdát. Kozma. Sikerül ott megtartania. Ott a labdát Fodornak ügyesen fedezte ott addig, ameddig érkeznek a csapattársak. És végül kiharcol egy szabadrugást. Egy csúsztatás. Jurkinya. Két négyes csatája most ott. És én úgy gondolom, hogy helyesen döntött Kocsis Zsolt játékvezető, innen ilyen távolságban úgy tűnt, hogy a hazai védő, sashegyi, rárukta a labdát Jurkinya lábára, és az úgy ment ki az alaponalon túlra. Így tehát kirúgás következhet. Nyír karászi kirúgás. 3-0 arányú hazai vezetés. A 40. percben Viciszkó László volt a gólszerző. Második védő első percében Varga József talált be, és az 54. percben Kovács László szerezte a hazai csapat harmadik találatát. Itt a Jávor volt, így van. Tehát valóban Kovács volt a gólpasszadója, és Jávor szerezte, így van. Tehát ő volt a gólszerző, csak Kovács volt, aki előkészítette. Most viszont egy nyírmadai támadást figyelhetünk. Bent a labda, beívelés, belőtt labda, ott a kapu előtt átsuhan. Jurkinya vissza. Visszakerül megint Jurkinyához a labda. Ez viszont most egy pici egyet nem értés volt a vendégeknél. Kirúgás következhet, mégpedig nyírkarászi kirúgás. Borkó fogja elvégezni a hazai csapat kirúgását. Hát úgy gondolom, azért ez a 3-0 most már egy olyan jelentős előny, hogy gyakorlatilag ez mindenféleképpen egy kis nyugodt alapot jelent a hazaiaknak itt a meccs finiséhez. Hiszen azért az végképp nagyon nincs most ebben a meccsben benne, hogy ez a nyírkarászi csapat most hazai pályán 3 gólt kap. Na bár, ugye hát a labda gömbölyű, és láttunk már furcsa fordulatokat meccseken. Balog indul meg. Jurkinyát futtatná, de sashegyi fedezi a labda útját. Ez nem volt utolérhető a csapattársnak. Kirúgás következhet, ami kirúgás természetesen Borkó kapus végezhet. És akkor egy csere újból. 11-es számmal Járomcsák Gergő fogja elhagyni a játékteret. Ez a második cseréje Szőke Istvánnak. Járomcsák tehát le, és remélem olyan messzámú játékos fog beállni, aki itt a jegyzőkönyvben is megvan adva. 19-essel, hát jelzem, 19-es számú játékos sincs nálam itt a jegyzőkönyvben. Tehát itt valami alaposan megkavarodott itt a vendégeknek a csere játékosok mezeinél. Tehát sem 18-as, sem 19-es. Egyelőre itt tehát sajnos nem tudom önöknek megmondani, ki az, aki beállt. Mindenesetre két csere az biztos, hogy volt. Egy kemény belépő.
megállítják a játékot. És én addig megpróbálok egy kis segítséget kérni majd itt a vendégektől. Hát, ha sikerül. Spuri, nem tudja nekem, hogy a 18-as és 19-es, hogy ki, aki vált a vendégeknél? Mert ilyen játékos nincsenek én nálam. No, hát nem sikerült egyenlőre kiderítenem. Ugye a pályára nem tudok bemenni, úgyhogy ezt megkérdezik. Na majd hát, ha menet közben itt sikerül ez a bravúr. Sashegyi fogja elvégezni a nyírkarászi csapat bedobását. Varga irányába Balog fejeli fel, Szikszai ki. Kozma. És Sashegyi. Kozma. Ez szépen szerezte vissza. Jávor a harmadik hazai találat szerzője. És egészen vissza Borkó kapusig a labda. Rákóczi. Minden esetre ezzel tehát itt a bajnoki hajrá előtt 3 pontra csökken a különbség a két csapat között. És ugye hát innentől kezdve már mindenféleképpen sokkal-sokkal izgalmasabb lesz a bajnoki finish, az egészen biztos. A két csapat őszi, miközben itt azért Borkónak egy bravúra van szüksége. Hú, bizony-bizony Fodor labdáját hárította. Szóval a két csapat őszi meccsén egyébként 1-0-ás Jirmadai győzelem született, akkor Járomcsák Gergő szerezte annak a mesek az egyetlen gólját. Jurkinya megy elvégezni a szögletet nyírmadai részről. És újabb csere lesz a hazaiak. No nézzük akkor, hogy ki az, aki. Ez a harmadik hazai csere tehát. Jávor a harmadik hazai találat szerzője, kap nagy tapsot. Jávor tehát az, aki elhagyja a játékteret, és helyette jön majd a cserejátékos. Jávor jól teljesített, én úgy gondolom hasznos volt nagyon, és hát mindenféleképpen ugye azért a gólja az szintén növeli a teljesítménye értékét. 16-os a Tóth Tibor lépett pályára. Jurkinya szöglete, elhárul a veszély. És a csereként beállt Tóth. Pongó Béla operatőr kollégám kapus bravúrt hajtott itt végre, ahogy elboxolta a labdát. És Jurkinya végezheti a nyírmadai csapat bedobását. Ilyen a nyírkarász, ezt most megtréfált egy kicsit Jurkinya, egy kézbe vette a labdát. Természetesen nyírkarászi bedobás és Rákóczi. Sőt, szabadrugás. Tehát akkor egy harmadik verzió jön. Rákóczi szabadrugását leblokkolják most ott a vendégek, de nagyon-nagyon jó ütemben lépett bizony-bizony most oda a hazai részről Horváth Gergő. Tóth irányába szállt a labda, Jurkinya. Na nézzük, Kozma. Német. Német beközépre, és Sashegyi. Az ő lábáról kerül ki az alaponalon túlra a labda. Szögletrúgás következhet. Nyírmadai szögletrúgás, de 3-0 arányban továbbra is magabiztosan vezet a nyírkarászi csapat. Lassan-lassan a 25. percéhez érkezünk most már a második félidőnek is. Egy jó bő 20 perc van tehát hátra a találkozóból. Láthattunk itt a mai nap folyamán már ugye 3 gólt, 3 sárgát, és sok kifejezetten izgalmas jelenetet. Bombera! Bomberát megállítják, de Bombera becsületére váljon, hogy utána megy és visszaszerzi a labdát. Vicickó! Varga elől Benkő teszi el a labdát. És egy felszabadítás Horváth Gergő.
Horváth Gergős egyébként nagyon jól teljesít a hazai csapatban, több jó egyéni teljesítmény, de mint csapat is egyértelműen a hazaiak úgy gondolom ezen a mai meccsen jobban funkcionálnak. Na de hát biztos vagyok benne, hogy Szőke Mester is kitalál majd valamit, hogy ebből a hullámvölgyből egy kicsit a csapatot majd felrázza az elkövetkezendő fordulókra. Jurkinya. Német harcol és Borkó. Borkó kirugása. És végül a csereként beállt 19-es számú vendégjátékos fejeli ki. Hangsúlyozom, tisztelt nézők, elnézést kérek, de hivatalos jegyzőkönyv van itt a kezemben, ami alapján közvetítek. 18-as és 19-es számú játékos nincs megjelölve nyilván a csapatából csereként, tehát ezért nem tudom önöknek megnevezni, hogy kik is ezek a játékosok. Itt a bedobás. Mátyus előre. Rákóczi, Tóth, és Tóth volt szabálytalan, elkésett egy ütemet. Szabadrúgás következett, nyírmadai szabadrúgás tehát, 3-0 arányú nyír karászi vezetésnél. Szikszai. Szikszai egyébként a vendégek közül kétségtelen jobbak közé tartozik. Jó teljesít, ügyes, fiatal, tehetséges futballistát ismertünk meg a személyében. De tetszik Jurkinya játéka is, vannak természetesen jó teljesítmények azért a vendégeknél is. Annak ellenére, hogy a hazaiak 3 góllal vezetnek. No nézzük Mátyust, ő ugye az ügyeletes elvégzője, hát azért Mátyus is jó teljesít. Szóval ő az ügyeletes elvégzője a vendégek pontrúgásainak. A csapat kapitánya nyírmadai csapatban. Ő fogja bekanyarítani a labdát. Szikszai, Szikszai is! Húh! Eldurrant keresztbe a kapu előtt. Hát ez ittszer volt a javából most a vendégek előtt, de nem találnak be. Ez most egy ilyen nap nyírmadai szempontból úgy tűnik. Kell egy másik labda, mert ki tudja hová került. De már onnan a Vidán Parkból, lehet, hogy a Dodgentől szedték össze, de már jönnek, és úgy látom. Lelkesen futott egy szurkoló vissza a meslabdával, de addigra már ott a tartalék játékszer is. Hát nyírkarászra így nagyon vidám hétvége lesz. Egyrészt ugye a csapat. Már segít is nekem az asszisztens, és kiderült, hogy a 18-as számú játékos az Mokri Attila. Illetve Mokri Róbert, tehát a 18-as, akkor ezek szerint... A másik akkor Jónás Attila lesz, így van. Jónás Attila. Köszönöm szépen Balogh Lászlónak a segítséget. Tehát 18-as a Mokri Róbert, 19-esre pedig Jónás Attila a csereként pályára lépett játékosok. Na Tóth Tibor. Fürge, apró termetű játékos Tóth, ügyes futballista látszik rajta. Megállítja most a túlerő. Kozma veszi meg a labdát. Kozma. Azért Kozmánál sem tadog a labda, az tény. Mátyus irányába, elfejeli Horváth, Horváth nagyon nagy szívvel játszik. Bombera szaporázza a lépteit. Bombera, Bombera be középre, ott van Tóth előtt a labda, hú, és blokkolják. Mokri lépett oda. Horváth kap egy baráti csomagot. Fodor Csaba volt az, aki... Oda teremtette egy picit a földre most Horvátot. Szabadrugást elvégzi Rákóczi, Bombera. És Bomberát megállítja Jónás Attila. Ilyenkor azért a tudósító kétségtelen jobban érzi magát, mikor tudja, hogy ki van a pályán. Úgyhogy ez mindenféleképpen nekem most segítség volt. Nézzük Sashegyit. Ő fogja elvégezni. Nagy bedobás. Mátyus fejeli ki. Rákóczi. Nem találta el a labdát. Hát szerintem ezt nem így akarta. Sashegyi még megmenti. Bombera. Bombera vissza Rákóczihoz. Vissza a feladóhoz. Ahogy szokták azt mondani, Rákóczi ezt most elrontotta. Igazából nem volt jó labda.
Varga zavarkodik. Szóval nagyon-nagyon szép hétvégének néznek elébe a nyírkarásziak, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy a csapatuk a rangadón egy imponáló győzelmet tud aratni. Ugye utána Varga Józsi Lagziba fog vonulni, a sajátjába. Gondolom lesz ott azért a csapattársak közül is. Aztán itt a Vidám Park, Dodge Jam, Körhinta, minden, ami csak játszik, és holnap pedig a Sláger TV Bangó Margittal együtt. Most pedig egy sárga lap. Szegény horvát kap bőven. Jónás Attila volt a vétkes, és Horváth Gergő a pályán, de nagyon-nagyon fájdalmasan. Jónás kapja a sárgát. Ez már egyébként a negyedik sárgalap a vendégeknél, hiszen Mátyus Csaba, Kozma Attila, Fodor Csaba után kapja Jónás Attila is, és Tóth Tibor érkezik ott segítségére Horváth Gergőnek. Na hát reméljük nincsen nagyobb baj azért Horvátnak. Szegény kapott bőven ezen a mai meccsen egyébként, valahogy nagyon sok esetnek ő volt az elszenvedője, de úgy látszik talpon, természetesen el kell hagyni a játékteret, hiszen ápolás volt, ugye Tóth Tibor pályán volt, és úgy ápolta őt. És akkor nézzük a szabadrugást, ha jól látom, Bombera ott mögötte, ő fogja akkor bekanyarítani. 3-0 arányú hazai vezetés. Pap boxol. Sashegyi jön elvégezni a hazai csapat bedobását. És itt keresztbe, hogy ránézek a Szőke Pistára, hogy ott áll a kispad mellett, hát szerintem ő már sejti azt, hogy itt ma ahhoz már valami természet fölötti csodának kellene történnie, hogy a csapat aki tudjon egyenlíteni. De hát neki most már a jövőn kell gondolkodnia, ugye a folytatáson mindenféleképpen, hogy a csapatot ebből a kisebb gödörből ugye fel lehessen hozni, de továbbra is még lista vezető, azért ne feledjük a nyírmadai csapat. Jónás, már van egy sárgája. A hazai szurkolók dühe most nagyon-nagyon rázudul. Most mentségére szolgáljon, szerintem ez nem szándékos volt, igazából ő nem is látott a beérkező játékos, tehát odalépett, és a szabálytalanság ténye vitathatatlan, de nem hiszem, hogy ez tényleg most szándékos lett volna. Hát egy biztos most, hogy a népszerűségi listákon, Nyírkarászon nem az első helyen áll Jónás Attila. Ha nem hiszem el, megint Horváth Gergő, hihetetlen. Hát ő már annyit harcol, mint a spártai harcosok. De mindig talpra áll. Jurkinya fejeli vissza a labdát. Visszakapja. Balog. Szikszai. Harmincharmadik perc egyébként ez már. Vicicko. Varga, de szépen vette át. Varga kap egyet Jónástól. Egyenlőre még pályán marad Jónás. De ha így fogja folytatni, nem biztos, hogy nem megy egy kicsit hamarabb az öltözőbe. Hát, ami dicséret van a világon, az most mindet és áldást, ezt megkapja most itt Jónás a hazai drukkerektől. Varga József kapta most ezt a legújabb szeretett csomagot tőle. Mutatják ott a nyírkarászi játékosok, és hogy próbáld már, mert öreg a labdát rúgni, ha egy mód lenne rá. Hát, ha sikerülni fog. Isten ments, hogy az ifjú férjnek sántítva kelljen majd ott a Lagziában ropni a táncot. Hát ez most borzasztó kellemetlen lenne. Hát Varga Józsit egyelőre le kell támogatni, de
remélem, hogy nem lesz nagyobb baj. És a mennyasszony nem lesz mérges azért, mert eljött focizni. Hál' Istennek a lábsérülés az a nász éjszakát nem szokta veszélyeztetni. Reméljük, hogy ilyen probléma nem lesz. Na nézzük akkor a nyírkarászi szabadrugást. Ezt most elég érdekesen, majdnem összefutott ott Vicickó meg Horváth. Itt a beivel is egy csúsztatás, de nem igazán volt erre érkező társ. Király János volt az, aki bele stukkolt egyet a labda útjába. Kirúgás következett, nyírmadai kirúgás. És 10 perc van hátra a találkozóból. 3-0 arányban vezet a nyírkarász csapata a nyírmada ellen, a nyíredő csoport első és második helyzet csapatának a találkozóján, ahol második a nyírkarász, első a nyírmada. Benkő. Benkő a labdával. Vissza Benkőhöz. Varga Józsi már pályán jelzem, tehát ez megnyugtat mindenféleképpen. Vicickó. Kovács indítás. Hát ez nagyon, nagyon mély lett. Ezt Tóth nem futhatta be. És egy labdaszerzés. Vicickó. Vicickó indítása. És nem is lett volna les, mert bizony-bizony Bombera a védők mögül indult be. De lestoppolta ez Benkő. Így viszont már les. Varga befutott. Jogos, úgy gondolom, az asszisztens döntése, hiszen egy pillanattal hamarabb befutott a labda elrugásának pillanatához képest, és ez pedig les helyzetet jelent. Még egyszer felhívnám arra a figyelmüket, tisztelt nézők, hogy jövő héten ugye a harmadik megyekettes csoportból is bemutatkozik az első és második helyzet csapat. Figyeljük időközben, meg gólszerzési lehetőség a nyírmad előtt, de lehetőség szintjén is marad. Mentenek a hazaiak. Önfeláldozó a hazai védelem. És ha jól látom, Mátyus próbálkozott. Szóval önök láthatták már itt az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága online közvetítése keretében a Rakamaszt és a Balkányt. Most láthatják a Nyírkarász és a Nyírmada csapatait, és jövő héten pedig majd a Vásárosnaményt és a Vámosoroszit, ezzel gyakorlatilag minden megyekettes csoport élbolyát be tudjuk itt országvilágnak mutatni. És akkor egy csere, de lehet, hogy dupla csere, ha jól látom, a nyírkarászi játékos is nagyon melegít. Egy biztos, a nyírmada az fog cserélni. Ötös számmal Fodor Csaba hagyja el a játékteret. No, Fodor Csaba helyén pályán egy nem túl dushajú cserejátékos, Kapin Krisztián. No, ilyen van, hatossal, úgyhogy ennek örülök. Kapin Krisztián tehát. És akkor nézzük a cserét a hazaiak részéről. Varga Józsi fog hatalmas egy tapsot kapni. Szép volt Józsi, haladszolik a nézőtérről. Hatalmasat harcolt, gólt szerzett. Most pedig rohanhat a Lagziába. És hát Varga Józsi elköszön még Kocsis Zsolt játékvezetőtől is. Megérdemli a tapsot. Nagy értékén úgy gondolom ez a fiú itt a nyírkarászi labdarúgásnak. Hát sok boldogságot neki, Isten éltesse. Dudásmester is megpaskolja. 14-es számmal Liptai András pályán a nyírkarászban. Mátyus. Azon ritka alkalmak egyik, amikor elperdült a lábáról a labda. Mokri indítása. Német. Kozma a nyírmada becsületére váljon, azért iparkodnak, szaporázzák, próbálnak legalább egy szépítő találatot bevinni.
Jurkinya, most nem értették meg egymást ott némettel. Borkó elengedi a labdát, kirúgás következhet, Nyírkarászi kirúgás. És 3-0 arányú hazai vezetés. És lassan-lassan a meccs hajrájához közelítünk, hiszen jobb 5 perc van hátra a találkozóból. Tisztelt nézők, gyakorlatilag el lehet mondani, hogy erősen belekezdett a nyírmadai csapat. Az első 10-15 percben kifejezetten uralták a játékot a vendégek. Aztán szép fokozatosan a hazai csapat hatalmas küzdőszelemről tanúbizonyságot téve, de átvette a játék irányítását. Figyeljük időközben Németet, és egy jó közbelépés. Nyírmadai bedobás következhet. És hát valahol a legjobb pillanatban, a félidő hajrájában, a 40. percben Viciszkó szúrta be szó szerint a vezető találatot, a hazai csapat vezető találatát, így 1-0-ás Karászi vezetéssel ért véget az első félidő. Aztán a második félidő álomszerűen indult a hazaiaknak, hiszen Varga József a második félidő első percében betalált a vendégeknek, ezzel tehát már 2-0 volt, és már az 54. percben jött, és a harmadik hazai találat, amikor Jábor Pál volt a gólszerző. Gyakorlatilag azóta ezt a 3 gólos előnyét nagyon magabiztosan őrzi a hazai csapat, sőt, hát volt itt azért bőven gólszerzési lehetőség a hazaiak előtt, még további gólokat is lőhettek volna, igaz, volt azért zicsere a nyírmadának is, de az eredmény nem változott, és én összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy már talán ki is jelenthetem, és nem kapkodom azt el, hogy teljesen megérdemelten fogja a hazai csapat megnyerni ezt a találkozót. Egyszerűen ma jobban futballozott a nyírvadától a Nyírkarász, meggyőzőbb volt a teljesítménye, stabilabbak voltak hátul, és hát a támadó játékuk kifejezetten ötletesebb, színesebb volt. Szabadrúgás. Kivételesen most nem Jónás volt a szabálytalan. Nyírkarászi szabadrugás, igen, a 10-es számú vendégjátékos volt most a vétkes Németh Attila. Sárgalapok azok voltak bőven egyébként a vendégeknél, ugye Mátyus Csaba, Kozma Attila, Fodor Csaba, Jónás Attila kapott sárgalapos figyelmeztetést. Hazai részről pedig, itt ha jól látom, egyedül Varga József volt az, aki sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Ő ott egy rossz ütemű belépő követően kapta ezt a figyelmeztetést. Egy távoli lövés. Nem baj, Jani haladszódik a nézőtérről. Király János próbálkozott. És akkor újabb csere. Dudásmester kimeríti a csere lehetőségeit. Na nézzük, hogy ki fogja akkor elhagyni a játékteret. Viciszkó László, aki majdnem elgyalogolt nyírmadáig, mikor észrevett, hogy őt fogják lecserélni. Viciszkó tehát az, aki nagyon rutinosan, még ugye ezért pár másodpercet nyert csapatának. Jól játszott Viciszkó, gólt is szerzett, én úgy gondolom, hogy valóban egy icipicit, mintha elfáradt volna az utóbbi pár percben, de kétségtelen, hogy tény, hogy nagyon nagy erőssége volt a csapatának, megérdemelt a tapsot a szurkolóktól. 11-es számmal Belinszky Szabolcs, egy fiatal ember, aki még itt a hajrá pillanataiban pályára lépett a Nyírkarászban. Ide jól megindult ott Balog, Kapint keresi. Kapin, az, aki odapakolt egyet. De szurkolói hang, hogy hókuszpók rúgott egy szabálytalant. Na nézzük akkor a szabadrúgást. Na hát azt hiszem, hogy a hazai drukkerek jókedvűen mehetnek haza ezután a meccs után. Megihatnak egy jó kis hideg sört, akinek az lesz kedve, vagy egy fröccsöt. És vidáman beszélgethetnek erről a meccsről. A fiúk kitettek magukért, aztán lehet holnap tovább mulatni. Jófajta zenékre, jófajta mulató zenékre. Szóval az élet szép most itt Nyírkarászon. Bombera! Tóth!
Ügyes összjáték volt Bombara és Tóth között. Tóth még mindig. Hoppá! Kovács! És kihagyja! De szépen csinálta pedig előtte. 2 perc mutatja Kocsis Zsolt. Ennyi van tehát hátra ezek szerint. Hiszen a rendes játékidő pillanatokon belül letelik. Hát Kovács, ez pedig brazilos mozdulattal játszotta magát tisztára. Aztán utána viszont fölé bombázta a labdát. Nagy gólt szeretett volna szerintem rugni. Benkő. Összességében tehát én azt hiszem, hogy el lehet mondani, tisztelt nézők, hogy teljesen megérdemelt győzelmet arat a nyílkarászi csapat a mai napon. Legyőzi a listavezetőt, ezzel élnek tovább a bajnoki remények itt nyílkarászon, és azon a nyílkarászon, ahol ugye vállalnák akár a magasabb osztályt, a megye egyet is. Nagyon jó kis csapatot ismertünk meg a karásziak személyében is. Dudás mester tényleg egy remek kis garnitúrát rakott össze, de én azt hiszem, hogy az is jól lejöhetett a tisztelt nézők számára, hogy nem rossz kis csapat ez a Nyírmada sem. Nem véletlenül állnak egyébként a bajnokságban az első ilyen remek játékosok alkotják itt. Én azt hiszem, megyekető szintjén ezt a nyírmadai csapatot is, és biztos vagyok benne, hogy Szőkemester mindent el fog követni majd, hogy azért a hajrában a csapat kilábaljon ebből a hullámvölgyből, és lesznek még azért örömre okai a nyírmadai drukkereknek is, ez meggyőződésem majd a hajrát illetően. De az biztos, hogy ez a nyírkarászi csapat is nagyon szép jövő előtt áll, sokra hivatott, sok fiatal játékosa van, akik nagyon tehetségesek, no meg hát vannak azért rutinosabb, jó képességű rutinos labdarúgók is, és figyeljünk még itt a finishben, lesz-e slusszpoén, lesz-e slusszpoén, Tóth Tibor megindul, Tóth Tibor zicserben, Tóth Tibor kihagyja! Hihetetlen! Hát azt mondják itt a drukkerek is, mert hogy ilyen nincsen. És mégis van. Ezek szerint akkor a kapus is hozzáért. Na, a fiatal csereként bált játékos a mennybe mehetett volna. Itt a finishben még a gólt szerez. Így azonban marad a 3-0. Szerintem a találkozó utolsó történése lesz ez a szöglet. És utána nagy valószínűséggel Kocsis Zsolt le fogja fújni. Úgyhogy bátran előrejöhetnek a társak is ehhez a szöglethez. Na nézzük! Horváth! Horváth! Lepattan! És Mátyus kivágja ebben a pillanatban. Vége a találkozónak. Tisztelt nézők, Önök az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának online közvetítését láthatták. Nyírkarászból, a Nyírkarász Nyírmada rangadóról a Nyírerdő csoport megye másodosztályú bajnokságból, ahol 1-0-ás félidő után a nyírkarászi csapat 3-0 arányban legyőzte a listavezető Nyírmada csapatát. Az első gólt a találkozón egyébként Vicickó László szerezte, a 40. percben Varga József a 46. percben lőtte a második gólt, és a harmadik találatot Jávor Pál szerezte. A találkozó 54. percében megérdemelten győzött a hazai csapat, jobban futballozott a vendégeknél. Szerintem a focinak kifejezetten jó propagandája volt ez a mai találkozó. Én megköszönöm Pongó Béla operatőr kollégám nevében is valamennyiük kitüntető figyelmét. Legyen szép a hétvégéjük, menjenek meccsre még azért vasárnap is. Kezit csókolom a hölgyeknek, viszontlátásra az uraknak. Hát rangadó volt, vereséget szenvedett a csapat, de azért még 3 pont előnye még mindig van a Nyírmadának. Először azért erről a mai meccsről, miben láttad a vereség okait elsősorban? Én azt mondtam, amit közvetítés közben, hogy nagyon jól kezdtetek, tehát nagyon-nagyon bátor játékkal ugye itt az első negyed órában, szerintem egy picit akkor meg is leptétek a hazaiakat, aztán hát az biztos, hogy ott a fél idő hajrájában kapott gól, azért az nagyon-nagyon rossz volt ugye a fejben a fiúknak, és aztán a másik fél időt megint rémálomszerűen kezdtétek, de hát biztos, hogy te is leszűrted itt magadban azt, hogy mi minden az, ami ma a vereségetekhez vezetett. Igen, én is először üdvözlöm a kedves nézőket, amit elmondtál, tehát ez az igazsághoz tartozik, hogy ez mind igaz. Az első fél időben a taktikai utasításaimat úgy gondolom betartottuk. Egy szöglet beadás következően, tehát Léca hosszú maradt egy rosszul értált lövésből, szerintem, tehát a sűrűből Vizicko berúgta. Sajnos ez az első fél idő vége felé történt, ez rossz kör jött, de ez még attól leszámítva még nem is lett volna nagy gond, viszont a másik fél időben, amikor megkezdtük a mérkőzést, már az első, már a második percben már egy figyelmetlenségből megint kaptuk az újabb gólt, és ennek következtében úgy láttam, hogy kicsit megrogytunk, és jött a harmadik gól. De ettől függetlenül a helyzeteink nekünk is megvoltak,
akár lehetett volna 6-6-7-7 a mérkőzés állása, de viszont mi 4-5 méterekről kihagyogattuk a helyzeteket. Sajnos nem csak a mai mérkőzésen volt ez a szitu, hanem az elmúlt két mérkőzésen is ugyanezt történt. Tehát hát így szorosabb lesz a bajnokság. Kiéleződött, 3 ponttal vezetünk, nem szabad veszítenünk. Így van, izgalmas finisek nézünk elébe. Én azt hiszem, ez nyugodtan kijelenthető, de azért még 3 pont előny mindig a birtokotokban van. Gondolom most fontos lesz az itt a hajrát illetve, hogy egy picit fejben rázd fel őket. Hát igen, pár emberre el kell ezt beszélgetnem. Főleg gondolok itt az elejére. Ugye a helyzetkihasználást, azt többet fogjuk most gyakorolni a héten. Jön most egy kék, ugye utána megyünk Pátruhára, ami úgy gondolom nem lesz könnyű mérkőzésünk. Azután jön a Dombrád, amelyik ugye mindenki tudja, hogy egy jó csapat, és megyünk végezetül Papra. Tehát, hogyha ebből a négy mérkőzésből behúznánk minden négyet, akkor ugye maradna ugyanúgy minden. Ha véletlenül veszítünk, akkor viszont akkor már baj van. Hogy láttad ezt a meccset? Melyek voltak azok a tényezők, amelyek a csapat győzelméhez vezettek? Nem úgy tűnt ez sokáig, egy ilyen sima meccs legyen, aztán a végén még akár fiesta is lehetett volna, bár az a 3-0 egy csodálatos eredmény. Igen, jól mondod, hogy az első fél időben szerintem nem működött úgy a játékunk, ahogy megbeszéltük. Szerintem a nagy tét rányomta a bélyegét, ha fogalmazhatok így. A Madával mindig jó meccseket szoktunk játszani, az az igazság, hogy többségében mindig alul maradtunk, tehát valamilyen szinten már tartoztunk a Nyírmadának ezzel a győzelemmel. A szünetben megbeszéltük azt a fiúkkal, hogy nem értettem az ivelgetésnek az okát, az első fél időben is talajra próbáltuk kényszeríteni a játékot. Második fél idő elején nagyon-nagyon jól korruktunk szerintem egy gólt, ez nagyban befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Utána tudtuk játszani a játékunkat, és úgy tényleg úgy gondolom, hogy második fél idő alapján és a helyzetek alapján szerintem megérdemelten győztünk, még ilyen arányban is. Én a közvetítés közben arról beszéltem a nézőknek, hogy én még volt szerencsém élőben látni a retteget Dudás Fecskú duót, ami hihetetlenül jól működött a megye egyben, és valahol egy szakvezetőre azért az, hogy ő a pálya melyik részén játszott, mint a rányomna a bélyegét, de én azt látom, hogy a támadójátékát te nagyon-nagyon összerakod ennek a karásznak, tehát azért mindenféleképpen arra törekedtek, hogy egy hatékony támadójátékot gyűrjétek le az ellenfelet. Jól látom ez, Zoli? Az igazsághoz hozzá tartozik ez is, mert megbeszéltük már a fiúkkal, tehát mi erre büszkék vagyunk, hogy a 3 megye 2-es csoportból, tehát a legtöbb gólt mi rúgtuk. Bátran kimerem jelenteni, hogy tényleg támadó szellemben futballozunk, meg is vannak, annak ellenére mondom, hogy egy csatárunk, igazi csatárunk van, de meg is vannak rá a játékosaink. Tehát gyorsan fel tudunk fejlődni, maximálisan odaérünk az ellenfél kapujához. Az az igazság, hogy nem tudunk minden természetesen minden zicsert gólra váltani, de tehát ezek önmagukért beszélnek, ha jól tudom és nem tévedek, 154 gólnál járunk. De nem mehetek el szó nélkül a védelem mellett, a csapatom mellett, a kapusom mellett. Úgy érzem, jó csapatunk van. Bízok benne, hogy még lesz jobb csapatunk is. Többit rábízzuk a hátralévő időszakra. Az a hátralévő időszak, amíg még rengeteg izgalmat rejt, annak köszönhetően, hogy ma itt győzni tudtatok. És ha meg lenne a bajnoki cím, én úgy tudom, hogy akár a megye egyes kalandba is belevágnátok. Úgyhogy mindent bele itt a hajrában, gondolom mindent el is fogtok követni azért, hogy a lehető legjobb pozícióban végezzetek. Hát erről is beszélgettünk természetesen, és hogyha engem kérdeztek, mint edzőt, akkor minden egyes mérkőzést meg szeretnék nyerni, meg szeretném a bajnokságot nyerni, mert azt nem adatik meg minden egyes, vagy minden edzőnek, vagy játékosnak. Tehát azon vagyunk mi is, hogy csináljuk a dolgunkat természetesen, ami bennünk van, aztán majd meglátjuk. Az, hogy esetleg indulnánk, vagy elvállalnánk, nagyon komolyan át kell gondolni, tehát nem biztos, hogy egészséges lenne, hogyha így maradna a csapat, akkor a csapatunkat meg kellene erősíteni ahhoz, hogy ne egy retújegyet váltsunk a megye egybe. El kell ismerni, megye egyes mérkőzéseket nagyon sokat meg szoktam nézni, tehát élőben is, helyszínen, tehát főleg ott az első 10 az brutál erős, tehát mondhatnám azt majdnem, hogy csak NB3-as szintű, tehát ahhoz nagyon sokat kellene nem csak a csapatomnak, a vezetőségnek, a stábnak, mindenkinek dolgozni, hogy ütőképes kis csapatot tudjunk verbúálni esetleg a megye egybe. Tisztelt nézők, nem házasságkötésen vagyunk, hanem egy 55 gólos csatárt köszöntök, a nyírkarászi csapat házi gólkirályát, Varga Józsefet, aki ma is betalált a Nyírmad elleni rangadón. Józsi, hát nem véletlen, hogy te most egy ilyen virágos nyakkendőben állsz előttünk, hiszen mi is fog még itt most történni ma este, hova fogsz te innen menni a meccs után, ha jól tudjuk? Hát először is haza a feleségemhez, hál' Istennek, ezt már hosszú ideje terveztük így, sajnos, hál' Istennek ez ma létre is jött. Úgy, hát lagzi lesz? Igen,
minél hamarabb remélem haza is érek, hogy úgy már a násznép otthon vár, úgy remélem, hogy reggelig tart. Hát úgy legyen, tehát egy futballista, aki a pályáról rohan a Lagziába, Józsi, a mai meccs azért nagy rangadó volt. Én úgy gondolom, hogy összességében elmondhat, hogy megérdemelten nyertétek meg. Rúgtál egy nagyon szép gólt, hagytál ki nagy zicsert is. Hogy érezted magad a pályán? Minek köszönhet ez a győzelem megítélésed szerint? Hát először is a csapategységnek. Az, hogy nagyon jól tudtuk semlegesíteni, hál' Istennek, a Német Attilát, hogy ez nagy feladat volt a számunkra. Másik dolog pedig az, hogy szerintem mi jobban akartuk, mint a Nyírmadal. Az, hogy ők lehet, hogy elhitték, hogy már megvan a bajnokság, nem tudom. Hát hál' Istennek örülök, hogy sikerült őket legyőzni. Az, hogy nagyobb arányban, az még felemelőbb lett volna, és úgy hazamenni. De hát örüljünk ennek is. Közelebb kerültünk, reméljük, hogy elérjük céljainkat. Hát ez a 3-0 egy nagyon érdekes eredmény a listavezető ellen. Józsi, 55 gólnál tart a szenzációs teljesítmény. Hát nagyon-nagyon megy a góllövés neked ebben az évadban. Minek köszönhető ez? Önbizalom? Egyáltalán nagyon jó kiszolgálnak a társak? Vagy egyszerűen egy ilyen formát kaptál el? Hát inkább a társaknak. Mert azért volt olyan, amikor meg se kellett dolgoznom a sikerért, csak be kellett passzolni fél méterről. Voltak olyan gólok is, amikor meg kellett érte harcolni, de hát csapat vagyunk. Nem csak az én érdemem ez az 55 gól, hanem a csapat érdeme is. Úgy gondolom, reméljük ez kitart a elkövetkezendő 4 fordulóra, és elérem a 60 gólos határt, ami most az a célom.